Itt vagyunk Dunaharasztin a Hősök terén. Hogyan telik a nyár eddig a számotokra? Köszönjük szépen, egész jól, és tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket. A nagy meleg ellenére egész jól bírják a tanítványok, illetve hát, amit látszik a háttérben, vannak gyerekek is, vannak szülők is. Ez a nyári kinti edzési lehetőség az arra is jó, hogy együtt van a család, és ezért használjuk ezt ki. Edzünk. Úgy tudom, hogy voltak ilyen nyári napközis táborok is. Igen, egyhetes ilyen nyári napközis tábort csináltunk, ez a második alkalom. Napi két edzés van a gyerekeknek, közte pedig teljes mértékben ilyen szabadidős tevékenység, csapatépítő jellegű, elvitték őket ráckévére a strandra, elvitték őket ujjászkodni, elvitték őket sétálni, elvitték őket a természetbe, tehát egész jó kikapcsolódási lehetőséget tudtunk nekik nyújtani. Tehát akkor ez nem ilyen ottalvós tábor volt? Nem. Reggel hozták a szülők őket, 8:30-kor, és 5:30-kor pedig elvitték őket. Tehát a táborozásoknak még nincs vége, hiszen augusztusban is készültek egyre. Igen, augusztus 11 és 15-e között Bogácson lesz az országos táborunk, arra is készülünk, ott majd övvizsgák is lesznek, hát erre most még egy kicsit rágyúrunk, úgymond, a előálló képesség szintet már nem kell fejleszteni, hanem inkább a technikai tudást, aki ott szeretne vizsgálni, annak ugye nagyon fontos lesz ez. Mit lehet csinálni, még egy hetes táborban, gondolom, nem éjjel-nappal karatéztok? Nekem mondjuk ezt nem ágába se lenne, mert a tábor és tábor között van különbség. Tehát egy nyári tábor, ez olyan, mint a tanév vége. Ez már a lezárása. Tehát ott már igazából semmi újat nem fogunk oktatni, mert nincs értelme. Az inkább egy ilyen csapatépítő, ilyen összekovácsoló tábor, ahonnan más egyesületektől érkeznek tanítványok, karatékák, illetve szülők, hozzátartozók. És az a lényeg, az a célja a tábornak, hogy érezzük jól magunkat közösen, mert tavaly láttuk egymást utoljára, vagy fél éve, és akkor végig is ennek ez a lényege. A másik volt edzőtábor, amikor valamilyen versenyfelkészítési tábor van, de hát nekünk ez a legfontosabb, hogy évvége van, és most már lelazulunk egy kicsit. Hát most látható, hogy itt viszonylag sokan vagytok, azért nehéz ilyenkor a gyerekeket, sportolókat összeszedni a nyár közepén, hiszen ilyenkor mindenki elmegy nyaralni. Igen, mégis nehéz összeszedni őket, de ez érthető is. Hát mindenki megy nagymamához, nagypapához, rokonokhoz, ilyen tábor, nyaralás. Nehéz összeszedni őket, de akinek van módja és lehetőség, az természetesen jön. Mi lesz a következő verseny, amire készültök? Szeptemberben lesz majd Győrben az országos Asira Karate Gála, illetve november 2-án lesz Bukarestben az Asira Karate világbajnokság. Arra is készülnünk kell. Az egy másabb jellegű világbajnokság lesz, ugyanis ott már a 12 éves korosztályt is elvisszük, tehát a 12-13 éves gyerekeket is be fogjuk nevezni, ugyanis így írták ki a versenykiírást, tehát nem csak felnőttek, hanem gyerekek is mehetnek. Csak sikert kívánunk, köszönöm szépen! Én köszönöm a lehetőséget!